Díjakat adnak át a Baranya megyei önkormányzat dísztermében. Az első baranyai filmmaraton győztes produkcióit jutalmazták itt. Egy perces filmet kellett készíteni 24 óra alatt, amiben bemutatnak valamilyen baranyai értéket. A győztes alkotást egy kaposvári pár készítette, Horváth Csilla és Hollósi Simon István, Baranya kapui címmel. A párom találkozott vele az interneten, talán a Facebookon, látta meg ezt a hirdetést, és csütörtök este felhívott munka közben, hogy volna-e kedvem hozzá, hogy szombaton útnak indulunk, és belevágunk ebbe a versenybe, és természetesen volt kedvem, nagyon sokat utazunk együtt, és ezek során próbálunk különlegesebb képeket is készíteni. Az érdem az igazából az övé. Tehát ő a fő szervezője, a technikai rész megoldója. Az én szerepem itt inkább ilyen asszisztensi szerep volt. Én voltam a fotós, ő volt a videós, de a technikai dolgokat, az utómunkálatokat ő végezte az én és közös instrukcióink alapján. Ezt egy ilyen különleges ötletnek gondoltuk. Gyakorlatilag utazásaink során nem csak a hagyományos értelembe vett látnivalókat látjuk meg, hanem próbáljuk különleges szemszögből is felfedezni a városokat, akár a természeti értékeket, és így gondoltuk, hogy akkor itt erre a pályázati felhívásnak is úgy teszünk eleget, hogy gyakorlatilag beépítjük a munkánkba ezt a különleges látásmódot. Június 11-én szombaton indult a feladat. Másnap délelőtre el kellett készülniük a műveknek. A megyei elnök szerint jól sikerült a verseny. Az idei évben első alkalommal, de hagyományteremtő céllal indítottuk útjára a Baranya kincsei filmmaratont. A célunk ennek ezzel a versenykiírással az kettős volt. Egyrészt azt szerettük volna, hogyha meg tudjuk mutatni Baranya megye értékeit, az épített környezet értékeit, a természeti értékeket, a gasztronómiai kincseinket, másrészt pedig szerettük volna megszólítani a fiatalokat. Szerettük volna a megyei értékgyűjtés folyamatába megnyerni a fiatalokat, és ezért választottuk a filmkészítés technikáját, hiszen nekünk az idő ma már középkorú és az idősebb generáció tagjainak talán egy nagy dolognak tűnik egy filmet forgatni, de a mai 20-30 éveseknek már, akiknek a zsebébe ott lapul az okos telefon, ez egyáltalán nem olyan nagy kihívás, a mindennapokban is számos filmet készítenek. Azt szerettük volna, hogyha egy kicsit tudatosabban járják azon az egy hétvégén, ebben a 24 órában Baranya megyét, és azokat az értékeket, amelyek mellett lehet, hogy mindennapokban csak úgy elmennek, azokat megörökítik. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, közel 500 alkotás készült. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy első alkalommal rendeztük meg ezt a megmérettetést, ez egy igen szép szám, és nagyon örültem annak, hogy az épített örökség körébe tartozó értékeink mellett a Mecsek, Orfű, Abaliget, Villány, Mohács térsége, tehát a természeti értékeink is nagyon hangsúlyosan megjelentek, és annak, hogy ilyen sok fiatal alkotó jelentkezett az értékeink megmutatására, talán az is az üzenete, hogy Baranyának nem csak szép múltja van, de szép jövő előtt is állhat. Én mindenképpen fontosnak tartom, hogy minél több fiatalt tudjunk megszólítani és megnyerni Baranya megye ügyének, hiszen mégiscsak az ország azon térségei közé tartozunk, amelyet az elmúlt 30 évben a rendszerváltás után a falvak elnéptelenedése, a lakosságszám csökkenése, az elvándorlás jellemzett. A fiatalok az elmúlt 20 évben inkább elvágyódtak Baranyából. Én nagyon bízom benne, hogyha következő generáció tagjai meglátják azt, hogy milyen értékek között élünk, és ez persze megfelelő munkahely, meg egzisztencia is tud párosulni, akkor a következő évtizedek majd arról szólnak, hogy ezek a fiatalok, mai fiatalok visszavágyódnak ide Baranyába, és ez így lesz, akkor már nem volt hiába való ez a filmmaraton, talán ehhez is hozzá tudtunk járulni. A filmmaraton ötlete Kindl Gábortól származik, aki már évek óta szervezi ezeket a versenyeket különböző helyszíneken. Igenis, van egy kommunikációs szakadék a gyerekek, a fiatalabb generációk és az idősebbek között. És úgy gondoljuk, hogy ezzel, amikor együtt családok elmennek filmet forgatni, kitalálnak filmet, ötletelnek, nagyon jól kommunikálnak egymással. És megvan a produktum ebben a 24 órában, és sőt, még várni kell az eredményt is, hogy
ne adj Isten, még nyerünk is valamit. Tehát több szálon fut így a dolog, ami miatt tulajdonképpen, hogy a világ befogadta ezt a játékot, most már mondhatjuk úgy, és játsszák világszerte. Azért, mert ugye a legújabb technikai eszközökkel van, a telefon mindig kézni van ugye ezekkel a kiváló funkciókkal, amire lehet használni. Az interneten meg össze lehet kapcsolni kisebb-nagyobb közösségeket egy ilyen játékra, egy filmkészítő játékra. És azt tudjuk, hogy ugye naponta 100 percet töltünk filmek nézegetésével. Ezekkel a filmek spöckölöm, ide nézem, nem nézem. És ugye ki fog alakulni egy olyan szerkezet, gondolom a filmeknek, ami azt jelenti, hogy már kialakult, egy magasabb lángon kezdünk a filmmel. Tehát nem egy csúcsa van neki, hanem már korábban, vagy a 2-3 másodperccel, és nézés után, nézegetés után, ne tolja el a filmet, tehát nézze meg az ő filmét, tudjon vele elmondani azt, amit akar. Azért tartom én jónak, ugye hát én találtam ki, nyilván dicsérem, de a világ is dicsérte, hiszen 2021-ben ez lett a Cannes Filmfesztivál mellett volt egy rövidfilmes világseregszemle, és ott bemutatva a játékot és néhány filmet a világ legjobb rövidfilmes programjának, produkciójának ítélte ezt a programot a zsűri. A Baranya Kincsei Filmmaraton fődíja 500 000 forint. Volt, aki telefonnal, mások mozgókép rögzítésére alkalmas fényképezőgéppel, vagy éppen kamerával készítették el pályamunkájukat. Összesen 38 stáb regisztrált. A versenyzők között voltak teljes családok, de indultak baráti társaságok is. A megyei önkormányzat és a Pécsi Egyetem közös szervezésében valósították meg az eseményt.